Jó, viszont ezt miért mutatja még mindig függőlegesen ezt a... Hát azzal tud zoomolni, figyelj. Ja, ne zoomoljunk. Jó. Így maradjon középen. Így, kerékpárt mindig fölveszünk, hogy lássák, hogy jövünk, hogy vagyunk. Jaj. Ezek a fele természetes szikla, de hogy mennyi munka van ebbe, még így is. Ez is látod? Ez rendes szikla. Aha. Csak aztán itt ráfalasztak. Itt ráfalasztak a századok. Na, hogy jön neki? Mármint akkor, vagy most? Most. Hát így gyalog. Onnan a parkolóban mutattam. Aha. Milyen ez a bejárat, ez nagyon tetszik. Fotót. Ja, igen. Bennász. Igen, légy szíves. Menj be. Hát így is egyet. Hogy? Meg még egyen följön, és akkor már jön nagyon. Jaj. Így jó? Nagyon jó. Super. Az SPD-s az a bakancs. Na persze. Ja. Nekem nincs olyan cipőm, ami nincs SPD. Jó, én nekem sincs. Ja. Nem tudok úgy biciklizni. Most azért van még rajta talpas pedál, mert lusta voltam reggel átcserélni, de az az igazság, hogy télen talpassal járok. Igen? Mert van azért egy bakancsom, egy túra bakancsom, aha, ami jó meleg, mert ez azért nem meleg ám. Aha. Sőt, elmondom neked, hogy ezt szeretem nyáron hordani. Aha. Ezt. Teljesen jó. Nagyon szépen meg van építve. Na látod, és arra nem lát lakott területet, semmit. Ja, és figyelj, tudod mi az egyetlen torony ott a legtávolabbi csúcson, ott a bal oldali részén. Ott látszik egy kis pöcköt. Az csóványos. Csak hogy tudd, hogy mennyire vagyunk csóványostól. Nem, ott, az a legtávolabbi csúcs. Uh-huh. Csak a tetején, hogy a tetején van valami. A tetején van egy pöcök. Uh-huh. Az a izé. Az a... Először menjünk itt be. Utána körbe megyünk. Az csóványos. És ha nagyon megerőltetnénk magunkat, még innen még fel tudnánk menni. Hát csak, hogy aksival bírnánk-e, azt nem tudom. Jaj! Megél úgymond én lesz? Na, egy kicsit azért szeretnék időbe hozzáérni. Ja, jó, akkor megyünk utána. Nem. Nem sírtünk, csak... Igen, értem. Nekem a vasárnap az egy kicsit ilyen... Ja, kell, aha, hogy... igen. Osztom. Hogy délután tudja pihenni. Helyes. Kedj, itt régen volt egy távcső, de ellopták. Vendégkönyv az van. Igen, benne van. Ah, nem írok. Írd a saját felelősségedre feljöttél. Ja, azt is, meg azt, hogy az a rohadt szemétláda, aki a távcsővet elvitte, az hozza vissza, mert meg fogom találni. Ja, igen, meg lesz tanálva. Meg lesz keresve, és meg is lesz tanálva.
Ja, és majd, hogy körbejárjuk a várat, majd csak őt oda már lehet, hogy csak biciklivel megyünk. Hát inkább. Ne gyalogoljunk most. Ne gyalogoljunk, akkor mutatom, hogy honnan jönne föl Drégei Palánkról az ösvény. Kegyetlen meredek. Hát arra mondjuk, hogy annak lakott területek természetesen, de arra fele nincs. És az arra már a bal oldala igen, a jobb oldala meg a cserhát. Én is most ezen a kék torán tudtam meg, hogy van cserhát, meg cserrehát. Igen. Mármint, hogy én csak ennyit tudok, de hogy ja. Mi a különbség, azt nem. De hát a cserhát az már ott van a Bükk után Miskolc fölött. Aha. Nagyon jó, hát főleg itt a napsütésen. De milyen munka lett? Ezzel a videóval mit csinálsz? Ezt feltöltöm a YouTube-ra, aztán törlöm az egészet, mert én a telefonon nem tárolok semmi ilyesmit. A YouTube-ról, már a rendes GoPro kamerával, erről a várról már kb. 10 videót feltöltöm, de már unom őket, úgyhogy már én sem nézem meg, hogy más. Mondjuk hál' Istennek az én videójomat nem nézi senki. Tehát nálam nincs ilyen. Ja, látom. Nálam nincs ilyen probléma, hogy egy milliós nézettség. Meg le kell tiltani, meg már izé korlátozni kell, meg fizetősség kell tenni. Lehetne egy YouTube sztár. Ja, igen. És állítólag, figyelj, nagyon komoly pénzeket lehet vele keresni. Jó, de ha, nem magyar szinten. Ha már raknak rá reklámokat, akkor már... Igen. Na, egy kicsit itt besétálok, aztán ott már ott lent megyünk majd bringába. Hát ott is lemehet, teljesen mindegy, ahol egyszerűbb. Valami rejtélyes oknál fogva itt lezárták, de hogy miért? De én lemegyek ott. Hát így, hogy lezárták, így biztos, hogy itt megyünk le, mert különben nem biztos, hogy erre jöttem volna. Opa. De hát ez így kötelező volt, igen.
És az, akinek ez a fejében megfordult, és úgy megvalósította ezt az ötletet, nézd meg, hogy mennyit költött rá. Csavarokra, gerendára, lelakkozta, megtervezte, kifizette, felhozta, hogy annak mi játszódott le a fejébe. Úgy végig. Hát nem, hogy nem. Hát itt könnyebb közlekedni. Na jó, én megállítom, aztán mai napra be is fejezem a videózást. Jó.